Sziasztok! Nincs is jobb kockulással folytatni a napot, egy jó kis digitális technika vizsga után, ugyanis én most éppen azt zavartam le. Hát akkor ismételtem Metro 2033, ott a legutóbb abba hagytam. Emlékeim szerint ez egy elég köcsög rész lesz, tehát szűrőt azt cseréljünk. Készüljünk fel, egy jó pár ilyen rohadék Watcher lesz. Ezek a vonyítós idióták, tudjátok. Tehát egyet lecsűrök, aztán rám jön egy öt másik. De sajnos ennek így kell lennie, na, próbálj meg fejre célozni. Na most egy megdöglött. Úgy pedig elég sokan fognak jönni. Én közelre ezért nem is célzok. Meg az újratöltést is meg kéne valósítani, hát akkor... Okés. Több remélhetőleg nincs. Fasz nincs. Jó lenne már egy Kalasnyikov helyett, a Buster Gun helyett, mert... így közelre azért el lehet vesz szórakozni, de amúgy... tényleg nem egy túl pontos fegyver. Sotival is ugye az a baj, lövök kettőt, aztán tölteni kell. Addig meg persze... tüntet éles fogsorával az adott ellenfél. Hogy nem mondjam el hányszor. Ja, azért ledaráltunk egy párat, ugye egy dögött kint, akkor itt volt még. Mert most ezt nem látom. Ez itt kettő. Ja. Meg még három, tehát összesen hatot köbö. Tovább menni is erre kéne. Lassan most már Bourbonnal találkoznunk kéne. Ugye nekem kerülnöm kellett, mert én nem tudtam átugrani ott arra az autóra, majdnem beleestem, lényegében bele is estem ebbe a mocskos vízbe. Fürödtünk egyet a radioaktív tabac folyócskába, aztán egy hotelt is megkerültünk, valahol itt erre kell menni, ha jól emlékszem. A lámpa viszont nem fog kelleni. Meg ez is egy plusz nehezítés, hogy ilyen sűrűn kell cserélgetni a filtereket. Spoiler, mégis kell? Hát nem kell. Dry. Most nem tudom, a Dry Stationre utal-e a játék? Valószínűleg igen. Ugye, az a célállomásunk nekünk, egyelőre. Pontosabban nekünk igazából Police, de Bourbon haverunknak meg Dry Station. Ott is lesz egy kis kalamajka. Azaz, gázállarcsere. Itt azért nem tudom, be tudunk-e... Hoppá! Nem. Meg ez a sejtelmes zene is már hiányzott, na hol a faszomba vagyok végül? Ja, igen, akkor azért a terrautóért ott... hagyjuk a harcot jelenleg. Nincs értelme még egyet mártózni a genyába. Most azon gondolkozom, erre jöttem-e? Mindegy. Lehet aztán körbe-körbe megyek. Nagy fasz, szerintem erre kell jönni. Ezért mindenhol nézzünk körbe, hát ha van elhagyva valami kis lőszeres táska vagy ilyenek. De ja, úgy emlékszem, erre kell jönni. Ja igen, itt most egy adott területen a lámpát, azt nem tudjuk használni, ilyen kísérteteket látunk megint. Nem baj van, öngyújtunk, mi feltaláljuk magunkat. Elfogadnék egy ilyen öngyújtót, még akkor is, ha nem dohányzok, nem menőn néz ki. Hú, gyerekek. Az igen. Ilyen scriptek a 2033-ban, jól emlékszem, nem voltak.
Csak a last light-ba. Ilyen sűrűn kell cserélni a szűrőket, bassza meg. Ez tényleg új nekem. Hozzá kell szokni egy kicsit. De aztán lehet nem is ide kell jönni, ez csak ilyen töltelékrész. Sőt, elég valószínű. Na de mindegy. Akkor most viszont nem ártam megtalálni a helyes irányt. Mert ezek szerint akkor mégse erre kell jönni. Pedig én váltig emlékeztem. Na mindegy. Akkor lehet rossz fele jöttem fel itt. Faszt, itt jöttem. Le. De akkor ide kell följönni. Aha, igen, most ment a játék, jól van. Királyság. Aha, igen, 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 ide kell jönni, mert itt egyből van egy ilyen csapdás vezeték. Na, ez lámpaoltás. Na, vágjuk csak el. Erre is van. Velem nem basztok. Jó, egyszer már tudom, átfutottam egy ilyenen. De többet nem fordul elő, körültekintően átnézek inkább mindent. Ja, majd lefele kell menni. Emlékeim szerint. Épp azért nézzünk körül másfel. Közelharc esetén a shotgunt azt üzemeljük be. Lőszer a Tihar nevű fegyóhoz. Itt pedig... Oké, ez egy picit új. Szerintem lesz egy dög valahol, hallottam hörögni. No. Megint gázál arccsere? Oké. Itt pedig egy kis magnó. Ez szerintem a Hunter lőhangja. A Colonel az szerintem Miller, akit ugye nekünk meg kell majd keresnünk Police-ban. Hát jó, akkor ez a rész itt ennyi, egy kis extra lőszer, meg ilyesmi. Akkor mehetünk is le a lépcsőn. Hogy emlékszem, mennyi lesz ez a rész, aztán töltőképernyő következik. Itt már megint ilyen radioaktív cuccba mászkálunk. Az óra szerint. Ja, ez itt picit új rész. Ezt itt átalakították egy kicsit. Oké, még több lőszer. A játéknak a menüét ilyen picit last light-ossá tették, de hát megmondom őszintén, jó az. Ah, shoti lőszer fullon. Mindegy. Cseréljünk szűrőt megint. Ezt most már inkább rendszeresé tesz, ami akkor fogjon ki, amikor rohadtul nem kéne. Bár úgy emlékszem, a last light-ba se kellett ilyen sűrűn. De mindegy, akkor nem akadok fenn ezen. Még ezek a nyikorgások is, baszki. Érszerintem nem sokára találkozunk Bourbonnal, úgy emlékszem. Mégpedig... Mégpedig nézzünk be ide. Azt a kurva anyádat! Azt ijeszgesd! Hülye gyökér! Fel nem fogom hallod épésszel, hogy van ennek bátorsága, ha ez. Ah, itt van Bourbon. Mindjárt csak körülnézek erre is, faszi. Egy kis költenivaló military grade round.
nem sokára búcsút mondhatunk a felszíni világnak, úgy emlékszem. Hú, ezek a démonok tényleg nagyon kemények. Le lehet őket lőni, de eléggé sok lőszerbe fáj az a helyzet. Teljesen ennél nagyobb rohadékok nincsenek itt a játékban. Mondjuk a... Na bazd meg. Jönnek a Watcherek is. Mondjuk ezek a démonokhoz képest macska jancsik, de... Onnan fognak jönni. Ez jó taktika, kettőt lőni a shotival, aztán... pisztolyjal. Most inkább shotizok, majd az emberekre később a... gépfegyó... gépkarabély töltént, azt meghagyom. Na! Burman az jól nyomja. Neki persze egy lövés egy ilyen mocsokláda. Jó, mondjuk így nekem is. Ilyen fej körüli részekre célzok. Mondjuk ennek például kettő se volt elég. Szopjatok már, kecis brokit, mennyien vagytok komolyan? Na, ott a démon is. After me jó van, ez engem basztat, nem téged. Oh! Ezt szerintem most ki fog nyírni. Igen, itt sietni kell, úgy emlékszem. Nem, nem haltam még meg, jó van. De a gázál arconnak mindjárt annyi. Szűrőt is pont most kell cserélni, de legalább ezt most megúsztam. Most következik Dry Station. As we went underground, it struck me that my city was now a foreign, állomás. I felt safe here, in the darkness of the metro. Nem sokára közelítünk a vörös vonalhoz. Ugye értitek, itt az emberiség lényegében a kihalás szélére került, és itt lényegében a metróban is újjá alakultak ezek a fasságok, mint hogy nácik, akkor kommunisták, mindez az oroszokon belül. Emberiség ugyanolyan degenerált maradt, mint eddig. Ugye, hogy háborúznak egymással. Ideológiák meg ilyen fasságok megmaradtak, nyilván. Hát, hogy egyszer hülyék és nem képesek felfogni, hogy van nagyobb fenyegetés, akkor én erre nem tudok mit mondani. Na igen, itt lesz gáz. Hátizsákot itt hagyhatod, faszi. Na igen. Ezek a köcsök banditák viszont nem túl barátságosak. Főleg a Bourbonnal. Már ez a hang szín is elárulja. Take me to your boss. I have business with him. The boss? But of course. Mondjuk te akartál ide jönni, haver. És kérem szépen az AK-dot. Where else would you like to go, huh? Okay, that's enough. Or else we'll have to drag him. Move it. We'll finish this way. Gondolom, most nekünk ki kéne szabadítani, akár lopakodással, akár úgy, hogy halomra gyilkolunk mindenkit. Én mondom, inkább az utóbbi megoldás híve vagyok. Most nem a jó befejezés a célom. Mert akkor elég fura lenne, hogyha arra kezdeném el a Last Light-ot majd. Ja igen, de a táskáját nem találják, azt gyorsan el kéne innen rejteni, azaz. Itt annó úgy volt a 360-as verzióban, hogy az automata shotgunját tudtuk megszerezni. De legalább most akkor meg lesz az AK. Helyes. A Bastard Gunra cseréljük csak le, jó kis Kalasnyikov. Végülis így igaz, segítettünk neki eljutni ideig, és megvan az AK-ja. Világítani nem kell. Gázállart se kell. De azért... nyomassuk föl maxra... lámpáknak az erejét. Itt pedig akkor...
hogy a szarba lehet itt a... gránátot... sajnos már nem emlékszem. Talán... nem Y-nal... már az a fegyvert váltunk. Nyilván nem is X-el, nem B-vel. Nem A-val, hogy a faszomba akkor... ja, nyilván RB-vel, RB-vel lehet. Hát azt eddig nem használtam semmire. Próbáljuk meg elsötétíteni. Az elején még kihasználom a helyzeti előnyt. Jó van. Meglepetés, köcsög. Egyel kevesebb. Ez már egy szimpatikusabb fegyver, mint a Bastard Gun. Takarodj már innen, hát nem igaz. Még két hulla. Oké, és... akár most már világíthatunk is. Menj már innen, gyökér. Nézd már. Csak tudnám, hogy hogy lehet az ilyen eldobható hülyeségek között váltani. Ja, nem D-paddal. Na te most miben haltál bele? Nekem így is jó, szép sorjába rám jöttök. Óhóhó, jó kis automata, soti. Na, inkább ilyen dobtárasnak mondanám. Ezzel ilyen 5-6-ot lehet lőni. Az újratöltése persze még kellemetlen, mint a sima dupla csövű vadászpuskának, de pillanatnyilag jó, amikor így meg lehet sorozni egy adott enemit vele. Persze itt is kutassunk hát mindent. Meg sötétítsünk el, mert... lámpa mi a fasznak. Aha, filter, meg minden lófasz találunk itt. Ezért mondom, hogy nézzünk körbe. Akkor... király, most már végre van normális fegyverzetünk. Ennek a sörétesnek aztán van ilyen szuronyos verziója is, de vagy tök mindegy, hogy így használjuk a kést vagy azt. Amúgy se szoktam egyiket se. Van nagyon használni. Az urak már kellemes zenét is nyomatják itt, ezt értékelem. Lényegében nyitunk egy rövidítést, azt hiszem. Na jó, ezt így mondjuk pont nem így képzeltem el. A kurva anyátokat, baszki. Oké, és... ti akartátok. Még kettővel végeztünk. Dobjuk jó messzire, hagyd szóljon. Ah, mit a kommandós bukfencet nyomat itt. Oké, és akkor itt... menjünk erre nem tudunk, miért is tudnánk. Miért nem tudok dobni több ilyen szart? Na azért. Ezt is a kontrollerre fogom. Csak eltalálom előbb-utóbb őket. Nem baj, közben settenkedhetünk közelebb is. Ha erre nem tudunk. Hát ez pont szar helyre ment. Öcsém, mibe akad el még ez a rohadt dinamit? Nem hiszem el. Ez most már csak jó helyre megy. Már nem, akkor idegfaszt kapok. Zene is jó egyébként. Most meg tudjuk őket. Oh!
csapdázsinór. Ennyit arról, hogy körültekintően végignézek mindent. Hát jó. Fasz a kis védelmi vonal volt ez, kár, hogy ellenem nem vált be. Jó, nyilván, hogyha Ranger módba játszik, akkor meghaltam volna már, majdnem mondjam hányszor. De nem abba játszok, most nem a lopakodást választom. Mert az inkább azon alapszik az a mód, mert tényleg az orbitális nagy szivatás tud lenni. De pedig nézzünk le, de gázzel az tuti kelleni fog. Aha, medkit. Húsok. Aha. Meg még lőszer is, király. Na és hát akkor próbáljuk meg megmenteni Bourbont, aztán nézzük meg, hogy végződik az a dolog. Ez meg itt lazán elbeszélgetve, miközben halomra gyíltuk az ember, halomra gyilkoltuk az emberét. Azaz. Hoppá. Hát ez nem volt túl szerencsés. Nem áll faszi. Kezdtek megkedvelni. Ne szarjatok be, lesz másik társunk nem sokára. A Khan. You can keep your weapon down. Ez egy fura egy szerzet, de én nagyon bírom. It's sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough. And I'd prefer to avoid more. Több vérontást én is el akarok kerülni. Curse Station, hát még egy állomással tovább tudunk így menni. If you'd rather share your friend's fate, then by all means, stay. Faszt maradok, évek utánat. Bocs Bourbon, de hát ez csak üzlet. A wise decision. Mostani rész is ilyen kicsit kísérteties lesz. Ah, ez a Ghost Chapter, ez pláne. De jó egyébként. I did send someone helping from the shadows. Khan assured me that Bourbon's fate was not tied to my own. But I regretted his death. Nobody ever walks here. Neither people nor beasts. Even the rats are. Ez a sejtelmezzen, ez annyira hiányzott már, de komolyan. El nem tudjátok hinni. El nem tudjátok képzelni, akarom mondani. Na. Nézzünk körbe itt is. Nincs semmi. Még hallgassuk a csöveket. Megint a holtak hangját halljuk. Some say it's the voice of the tunnels. Others consider it to be a form of psychic influence. Ő lényegében itt annak a híve, hogy olyan ez a metró, mint egy ilyen purgatórium. Tehát azért vannak szellemek, mert a léleknek nincs máshova mennie. Vagy valami ilyesmi. Nekem ez jött le. Korábbi végigjátszásokból. Na ez pedig dús nélküli dupla csőpuska. Nekünk most már van fasz automata, nem fog az nekünk kelleni. Na ez itt érdekes lesz. Egyébként a szellemekhez nem nagyon szabad közel menni, mert akkor meghalunk azonnal. Hogy ilyen kapcsolatba kerülünk egy ilyen anomáliával. Hoppá. Aztán majd mondja is, hogy don't touch the silhouettes. Azaz. Hoppá. Na. Szerintem mostani részt azt én itt fogom berekeszteni. Következő videót azt akkor innen fogom folytatni, addig is, hogyha ez tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, még nem tettétek volna meg. András voltam,
Sziasztok!